Amióta Székesfehérvárra került a Moskovszki gyűjtemény, a gyűjtő születésnapján tartották meg a konferenciát. Moskovszki Éva tavaly óta már nincs közöttünk, a hagyományt azonban idén is folytatják a múzeológusok. Az idei eszmecserének különös apropót adott, hogy hamarosan a Hímer házad otthont a játékgyűjteménynek. Turinformírod a rendezvényterem, tehát ezek mind erősítik azt, hogy itt a múzeumnak is egy erősebb jelenléte, funkciója legyen, és keresettebb legyen, egy igazán közösségi helyszín tudjon lenni ez neki. Egy picit nagyobb is lesz a tér, tehát az is jó, és az is jó, hogy önálló múzeumpedagógiai helység kapcsolódhat hozzá. Magyarországon máshol ilyen jellegű játékgyűjtemény nincs, ezért is fontos, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a baba gyűjteményt sok-sok éven keresztül a régi megyháza épületében a Fejér megyei múzeum fogadhatta be, de természetesen nagyon-nagyon örülünk, hogy a Moskovszki baba gyűjteményt és Rébet László grafikáit egy gyönyörű, megújult új helyen, a Hímer Font Karafa házban láthatják majd a következő években. A játékgyűjteménynek most központi szerepet szánnak. Egyfelől múzeumpedagógiai szempontból, hogy a gyermekekhez is közelebb hozzák az iparművészetet. És nem utolsó sorban turisztikai céljai is vannak a kezdeményezésnek. Ebből a központi helyből kiindulva szeretnénk, reményeim szerint jövőre meg is tudjuk valósítani egy hatalmas nagy fesztivált, aminek a középpontjában a gyermekek állnak, és mindenképpen a művészetek, hiszen gyermekfesztivál nagyon sok van az országban, végignéztük az összeset, megnéztük, hogy ki milyen tartalommal dolgozik, mivel nálunk mind a múzeum, mind a képtár, mind a Terembura civil egyesület évek óta múzeumpedagógiai foglalkozásokban egyre erősít, a múzeum nagyon szép összegetre pályázott és nyert is. Ezért úgy érzem, illetve hát a városunk történelmi múltja, vagy a belvárosunk, ahogy kinézünk, amilyen gyönyörűek mi vagyunk, úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon minőségi fesztivál kell. Székesfehérvár tehát turisztikai célpont szeretne lenni a családoknak is. Egy iparművészeti értékeket is felmutató gyermekfesztivál pedig alkalmas lehet erre.